Köszöntöm a nézőket! Mai adásunkban szó lesz a vagyon visszaszármaztatásról, arról, hogy inkább építsünk házat, vagy pedig vásároljunk. Ezen kívül szó lesz még a háztartási gépek veszélyeiről, és arról, hogy Vajdaságban hol található planetárium. Tartsanak velem! Lassan halad Szerbiában a vagyon visszaszármaztatás. Az ingatlanok esetében könnyebb a helyzet, azonban a termőföldek visszaszármaztatása már nehezebb feladat. Akinek sikerült beszerezni a szükséges dokumentumokat, csak azok kezdhették meg a vagyon visszaszármaztatási eljárást. Az örökösök sok esetben már más országba költöztek, és elsősorban azt a földet szeretnék viszont látni, amit elvettek tőlük. Remélem, hogy ez a pár kiló dokumentum, amit összeszedtem ezzel kapcsolatban, még jó. Na most különösen érdekes az, hogy a külföldön élő rokonaimnak külön egy igazoláskör, úgynevezett jóverényen, vagy pedig bármilyen olyan papír, ami elő tudja igazolni, hogy ő nem kapott semmiféle kártérítést külföldön ezen a címen. Sok esetben az elvett földterület a család tanyájához kapcsolódott. Az utódok ma is földműveléssel foglalkoznak, így a gazdasági érdek is azt kívánja, hogy az egykori egészhez tartozó föld kerüljön vissza a gazdaságba. A papírokat sikerült összeszedni már mostan 15 éve. Azelőtt már ugye régen, mikor elvették, de azóta most megvan a kérelem, úgyhogy reménykednénk benne, de még itt szeretnénk a tanyánál, mert itt van, ez nincs odaadva senki privátnak, csak a locsoló van benne, de hát nagyon szeretnénk, hogy itt kapnánk meg. Az emberek türelmét már próbára tette a hosszú várakozás. Mi ez a folyamat így. Mindig beszélnek róla, hogy így, meg amúgy a föld visszaadás, és sehol semmi. Vannak, akik más földet is elfogadnának, csak a minőség megmaradjon. Reménykedünk, mert ugye a remény hal még utoljára, hogy valaha kapunk vissza még földet, ha lehetséges, akkor itt valahol a környékben, ha nem, másutt is elfogadnánk hasonló minőségű földet. Tehát azért szokták mondani, hogy messze van, ami nincs, mert ez nincs. A jelenlegi törvény szerint azok a földek, amelyekre öntözőrendszert telepítettek, nem képezhetik a vagyon visszaszármaztatás tárgyát, még akkor sem, ha a bérlő nem műveli. Zentán mindössze 1500 hektár visszaadható földterület maradt, ez azonban nem fedi az igényelt földmennyiséget, illetve rosszabb a minősége attól a földtől, amit elvettek. Itt nálunk, főleg Vajdaságban megtörténtek ezek a komaszációk, a tagosítások, és vannak problémák. Konkrétan Zentán említeném, hogy Zentán állami földek nincsenek, amit vissza tudnának származtatni. Itt esetleg csak értékpapírokba tudnák ezt a visszaszármaztatást megejteni, úgymond. Adán vannak erre lehetőségek, tehát nekem is van egy konkrét ügy. Most abba a fázisban van, hogy megtörtént a beazonosítása ezeknek a földeknek, amik el lettek véve, és most az ügynökségnek kell kitűzni majd a tárgyalást, ahol ez, én gondolom, hogy meg fog történni. Az épületek esetében viszonylag zöggenőmentesen zajlik a visszaszolgáltatás, a földterületek azonban nagyon nehezen kerülnek vissza a korábbi tulajdonosaikhoz. A termőföld esetében bebizonyosodott az, amit a VMS kezdettől fogva 2011-től, amikor a törvény elfogadásra került, mond, hogy a csereingatlan útján történő kárpótlás lehetőségét törvénybe kell iktatni. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha ugyanazt a parcellát nem lehet visszaszármaztatni, akkor más azonos értékű parcellát kellene, hogy visszakapjon a kérelmező. Bár a választások miatt a parlamenti ülésszak ismét szünetel, nem feltétlenül csak politikai okok miatt késik a földek visszaadása. 2011 óta Strahinja Sekulitja az igazgatója az ügynökségnek, tehát kezdettől fogva ő menedzseli ezt a folyamatot, és az biztos, hogy nem a vagyon visszaszármaztatási ügynökséggel van a probléma, viszont hazugság lenne, ha én azt mondanám, hogy éppen mindenki egyetért ebben az országban azzal, hogy
nagyon gyorsan le kell vezényelni a vagyonvisszaszármaztatást, és ez, amit mondtam, nem pártokhoz, meg kormányokhoz köthető, hanem egyáltalán a hangulathoz az országban. A törvénymódosítás esetén belátható időn belül visszakaphatnák vagyonukat a jogos örökösök. Házat vásároljunk, vagy inkább építsünk. A házvásárlás sokkal egyszerűbb, azonban, hogyha építünk házat, akkor a saját álmaink válhatnak valóra. Viszont ilyenkor nagyon sok mindenre kell odafigyelni, nagyon sok mindennek utána kell járni, engedélyeket beszerezni. Mi is utána jártunk, hogy hogyan néz ez ki. Hatalmas fába vágja fejszéjét az, aki manapság Szerbiában építkezni szeretne. A papírügyintézés, az építkezési engedélyek beszerzése gyakorlatilag majdnem tovább tart, mint maga a ház felépítése. Legalább fél évig kell utána járni az engedélyeknek, persze nem kis anyagi ráfordítással. Az ifjú palicsi kádárházas pár virágkertészettel foglalkozik. Van egy nagy telkük, ott vannak a fólia sátrak, munkájuk a nap 24 órájában odaköti őket, ezért úgy döntöttek, ott építik fel családi házukat. Ahogy meglettek a tervek, megterveztettük a házat, onnantól kezdve, amikor be lett adva a kérelem a építkezési engedélyre, hát jó fél évbe telt, mire megkaptuk. Tehát ez azt jelenti, hogyha elgondolod azt, hogy szeretnél építeni egy házat, mire belevághatsz az építkezésbe, legalább fél évnek el kell telnie? Hát mikor elkezded, igen, eltervezed a házat, hogy hogy legyen, megkapod a terveket, beadod az engedélyt, legalább fél év, hogy elkezdhess építeni. Így van. Mind mentetek keresztül, illetve hogy ment ez az egész folyamat? Hát a folyamat sok idegeskedéssel járt. Minden nap már hívogattuk is az embereket, akiket tudtunk így, hogy tudnak valami ismerőst, hogy kicsit megsürgessük ezt a folyamatot, de sajnos nem nagyon lehetett találni senkit. És akkor ugye az ilyen bonyolalmakkal jár, hogy meg van már beszélve körülbelül a mesterekkel, mikor kezdhetnék el melót, de akkor az folyamatosan húzódott tovább. És akkor persze ők is már idegesek voltak, mikor jöhetnek kezdeni. Mire minden engedély megvolt, a mestereknek beugrott más munka, aztán ezt is ki kellett várni. Egyébként is nehéz jó szakembereket találni. Az építkezés megkezdésétől gyakorlatilag mennyi időnek kell eltelnie, hogy beköltözhessetek ebbe a házba? Hát ez mind az anyagiaktól függ, hogy kinek mennyi van a zsebében, de ha jó haladnak a munkák, szinte egy év alatt lehet költözni. Mi bízunk benne, hogy idén télig talán majd be tudunk költözni. Ez legjobban most már az elektrovolvilinától fog függni, mert ott is, azt is most tudtuk meg, hogyha átadjuk a kérelmet az áram bevezetésére, onnantól kezdve minimum fél év, hogy ezt bekössék. És azt mondják, hogy ez nem kis összeggel jár? Hát nem kis összeggel. Pontos összeget nem tudom, de úgy 1200-1500 euró között az áram bekötése csak. A szomszédos telken is építkeznek, ott egy arab származású, Bécsben élő, de Palicsra költözni szándékozó üzletember háza készül. De menjünk most sorjában. Az első, amit be kell szerezni, egy véleményezés, hogy az adott telek alkalmas-e építkezésre. Megtörténhet, hogy egyáltalában nem építkezésre alkalmas a telek, ezért az első feltétele annak, hogy elinduljon bárki, bármelyik család egy családi ház fölépítésével, hogy tanácsot kapjon az építészeti részlegről. Ezt akár személyesen is át lehet adni, akár írásban is, második emelet 203-as szoba. Aztán a következő teendő mi? Ha zöld fényt kaptak, akkor mindenképpen egy kérelem kell az urbanisták felé, hogy a föltételeket megszabják. Azért fogalmaztam így, hogy megszabják, mert ez nem tanács, ez nem egy gondolat, ez egy határozott utasítás, hogy csak úgy, csak olyan formában lehet elindulni és egyáltalában tervezni a fölépítendő épületet, ahogyan ebben az aktban megadják. A tervek, a tervrajzok elkészítése itt még el sem kezdődött. Először ötletterv kell, ez az elképzelésnek a papírra vetése. Ahol ugyan még statikailag nincsen minden leírva, ahol még a munkálatok sincsenek részletesen leírva, de viszont ezt első körben, ha nem fogadják el,
akkor ugye újra kell kezdeni a gondolatot, újra kell tervezni. No de ha ezt igen, ha ezt így elfogadják, akkor jön a részletes kidolgozása ennek az elképzelésnek, és a fő tervrajzhoz való hozzáfogás. Ez egy nagyon komoly munka. Megvan a fő tervrajz, de még mindig nem lehet építkezni. Be kell fizetni a kommunális illetékeket, ami euróban kifejezve ezres nagyságrendű is lehet. Természetesen az eddig felsorolt mindegyik ügyintézésért is fizetni kell. Majd pedig jön a villamossági tervrajz beszerzése. Amikor ezzel megvoltunk, újra beadjuk, illetve továbbítjuk az építészeti részlegnek, és hogyha az építészeti részleg ezt így, ahogy van, elfogadja, akkor kiadja az engedélyt. Még mindig nem ott tartunk, hogy rögtön építkezhetünk, mert ez csak egy építkezési engedély. Nagyon sokszor a tulajdonosokat nem tájékoztatják, vagy a tervezői iroda, vagy a városházán, az építészeti részlegen egyszerűen nem figyel oda a tulajdonos, be kell jelenteni a munkálatokat. Tehát meghatározott időn belül a munkálatokat be kell jelenteni, az alapok ugye kiásásától kezdve a konstrukcióig be kell mind a kettőt jelenteni időbe, hogy később ne legyen probléma az épület műszaki átvételénél. A felépült családi ház műszaki átvétele elektronikus úton történik. Szabadkán mindössze 3-4 ügynökség foglalkozik ezzel. A műszaki átvétel folyamata is gyakran időigényes. Amikor ez is megtörtént, a felépült ingatlant a városházán bekönyvelik. Sokan úgy gondolják, olcsóbb engedély nélkül építkezni és inkább büntetést fizetni, mint belebonyolódni az építkezési engedély kiadásának költséges útvesztőjébe. Ám ez nem így van. Több százezer dináros büntetés és büntetőjogi felelősségre vonásra számíthat az, aki engedély nélkül építkezik. Háztartási gépekre mindenkinek szüksége van, nagyban megkönnyíti a mindennapjainkat, azonban, hogyha nem megfelelően tartjuk karban, akkor veszélyesek is lehetnek. Otthonunk több veszélyforrás rejteget, mint gondolnánk. A legtöbb veszélyes termék a háztartási árucikkek közül kerül ki. Ilyen termékek a vasallók, hajszárítók, vízforralók vagy a legtöbb balesetet okozó fürdőszobai bojlerek. Az idő előre haladtával ezek a korosodó eszközök egyre inkább balesetveszélyessé válnak. Itt van a kenyérpirítóm, amit nagyon szeretek, ami kitűnő állapotban van, és soha nem volt még tönkreménve. Mester kezében nem volt, úgyhogy még vagyok vele elégedve. Erről ennyit tudok mondani. A sporhetom az egy 25 éves dolog, amit szintén mester még nem javított. Annyira jó állapotban van, és vagy tudom rendezni, vagy nem tudom, ilyen a minősége, ilyen a kivitelezés. Úgyhogy fele villany, fele pedig gázra megy. A bojlerek kiemelten veszélyesek lehetnek. A régi típusú bojlerek szigetelése az évek során megrongálódhat, így a fürdéskor keletkező vízgőz könnyen juthat az elektromos rendszerbe. Ez akkor lehet probléma, amikor a bojlereket fürdéskor nem kapcsolják ki. Az ekkor keletkező pára rövidzárlatot okozhat, ami akár áramütéshez is vezethet. A bojler az is 25-28, amikor ide jöttünk lakni, akkor vásároltuk, ami az igazság, minden évben kitisztítatom, hogy tudjam mégis, hogy áll. Ha fürdök, nem szoktam arra rá, hogy kikapcsolom a záromból, mivel nem történt semmi baj, és nem félek, ugye? De ha egyszer megtörténhet valami, akkor meg lehet, hogy késő lesz. De így szoktam használni. Úgyhogy ez se volt még javítás alatt, annyi, hogy csak tisztítsák. És akkor, ha nagyon vízköves a melegítő, akkor vásárolok bele másikat. 100%-os védelem nem létezik, mondta Kovács Tibor villanyszerelő. Azonban, ha a háztartások földelése megfelelő, illetve az elektromos csatlakozókat, dugaszokat helyesen szerelték fel, csökkenhet a balesetek kialakulásának lehetősége. Konkrétan ennél a
háztartási gépnél, ugye a mosógépnél, ha használatot veszünk, és mondjuk ez a mi témánk, akkor vásárlás után kötelezően ellenőrizzük le a bevezető kábelt, hogyha sértve van, akkor kötelezően cseréljük ki, ha nem értünk hozzá, akkor szakít hívjunk, mert életveszélyes lehet úgy gyerekekre, úgy felnőttekre. Tehát ellenőrizzük le teljes hosszában, meg van-e törve, jól be van-e kötve, és ha bekapcsoljuk, és ha észreveszünk bármilyen rendellenességet rajta, valamilyen szikrázás, vagy valamilyen furcsa hangot, akkor ne használjuk a gépet. Ez a gép tulajdonképpen egy újabb kiadású hazai gyártmányú gépünk, ahol már elektronikai modulokat használnak, és náluk az a konkrét problematika áll fenn, hogy túl érzékenyek a párás levegőre, a nedves levegőre, és nagyon sok munkánk van azzal, hogy javítás vagy pedig új csere következik be ilyen esetekben. Meg is mutatom, kb. Így néz ki egy párától elszenvedett elektronikai modul állapota, ha ugye a tulajdonos nem vigyáz arra, hogy rendes környezetben tartsa a berendezést. Az én ajánlatom az, hogy egy műanyag fedővel ki tudjuk biztosítani a gépet, tehát használatkor fedjük le, és nyugodtan be is kapcsolhassuk, használat alatt is lefedve, tehát páramentesítve így a berendezést. A bojlereket szokták még említeni, mint baleset forrás. Ez valóban így van? Igen. Az utóbbi napokban is hallottunk több halálesetről itt a közelünkben is, meg távol Szerbia szinten is, tehát igen, a bojleroknál is körülbelül ugyanoda vezethető vissza a problematika, hogy földelés vezeték nélküli hálózat van sok házban beépítve, és bizony akkor a földelés drót helyett bizony az emberi test az, amelyen keresztül távozik az áram, és így következik be az áramütés, ami halálos is lehet. A szobai melegítők is balesetforrások lehetnek. Legtöbbször elmarad a rendszeres takarításuk ezeknek a berendezéseknek, és az összegyűlt por és különböző szennyeződések kigyulladhatnak. Sokszor ezek a jelentéktelennek tűnő elváltozások vezetnek az adott műszaki cikk tönkremeneteléhez, illetve a balesetekhez. A mikrohullámú sütőknél az ágyú meghibásodása a legnagyobb probléma, ami végzi ugye az anyag melegítését a mikrohullámú belterében. Nagyon sok idézőjelbe vett szakember próbálja otthoni rézsiában megjavítani a saját mikrohullámú sütőjét. Sokan eltávolítják a fémvédő tokot, és úgy próbálják bekapcsolás alatt leellenőrizni, hogy ugye mi is a baja. Hát ezzel saját maguknak is sugárfertőzést tudnak okozni, sőt a látás elvesztését is tudja okozni, úgyhogy bízzuk szakemberre. A másik fajtája meg az otthoni hobbijavításnak az, hogy a kapcsolókat próbálják, az ajtókapcsolókat próbálják összekötözgetni, mivel elég sűrűn romlanak az ajtókapcsolók, úgyhogy ezt is kerüljük, ezt is bízzuk szakemberre. A háztartási eszközök szervizelését érdemes szakemberre bízni, hiszen a karbantartásukkal az élettartamuk is meghosszabbítható, valamint elkerülhetjük a nem kívánt baleseteket. Ha valakit érdekel a csillagrendszer, vagy az, hogy van-e élet a Földön kívül, nem kell messzire utaznia, hogy megkapja ezekre a választ. Sokan nem tudják, de Vajdaságban is van egy hely, ahol felkutathatjuk a galaxisokat, méghozzá az Újvidéki Planetárium. Mindenki jól ismeri a Pétervárady vár óráját Újvidéken. De vajon hányunknak van tudomása arról, hogy a nevezetes órától mindössze néhány száz méterre a világűr rejtelmeibe is betekintést nyerhetünk? Helyezkedik el ugyanis az Újvidéki Planetárium, Szerbia egyik legfontosabb csillagászati központja. Az Újvidéki Planetáriumot 2001 óta a Novi Sad Asztronómiai Társaság működteti. Az 1974-ben alakult egyesület Vajdaságban a legrégebbi, és jelenleg mintegy 300 tagot számlál.
Ovde svakog četvrtka od 20 sati je slobodan ulaz, znači za građane. Oni mogu da dođu ovde i da pogledaju, znači, kako izgleda zvezdano nebo, a da nam ne sveta svetlo grada. Znači, hiljade zvezda i sve planete, znači sve što se golim oko može videti u nekim idealnim uslovima. Predavanje traje oko 45 minuta, kao jedan školski čas. I delimo ga u dva dela. Prvi deo, znači do 10 minuta, je to taj pregled neba. Znači sve ovo što se može vidjeti stvarno. Kad bi sad neko ugasio svo svetlo u gradu, potpuni mrak. Drugi deo su digitalne animacije, fotografije, znači iz samog svemira. Znači kao da prolazite pored neke planete. Sve to što je snimljeno je potpuno realno i snimile su letelice koje su prošle pored tih planeta. Onda i mi možemo da vidimo kako su one to snimile. Posle projekcije, ako su uslovi napolje, ako je vedro nebo, iznose se teleskop i ide se na observatoriju koja je tu 200 metara udaljena ili se donesu ispred planetarijuma teleskopi, pa onda ljudi gledaju, znači, nešto, mesec, planete, znači nešto što ima zanimljivo te večeri. A planetáriumba csoportkirándulásokat is szerveznek általános és középiskolások számára egyaránt. Szükség esetén a vetítések magyar vagy akár szlovák nyelven is megtekinthetőek. Mindemellett a Noviszád Asztronómiai Társaság kurzusokat is szervez az asztronómia iránt érdeklődők számára, amelyek során többek között az asztrofotózás rejtelmeit is elsajátíthatják. Az újvidéki planetáriumot egy évvel ezelőtt digitalizálták. Szerbiában, Péterváradon kívül csak Belgrádban található még planetárium, de azt továbbra is régi technológiával működtetik. Itt Újvidéken található az egyetlen digitális planetárium Szerbiában. Tucat számra jönnek el ide a csillagászat rajongói, hogy elvezessék őket a világűr rejtelmeibe. A látogatókat csütörtökönként tematikus estekkel várják, amelyek során előadást is hallhatnak egy-egy csillagászattal kapcsolatos témáról. A péterváradi Király Lászlónak kicsikora óta szenvedélye az asztronómia. Rendszeres látogatója az Újvidéki Planetáriumnak, két hetente jön el új előadásokat meghallgatni. Én nagyon szeretem a csillagászatot. Úgyhogy kicsi korom óta olvastam a könyveket a csillagászatról, meg sajnos nem az a szakmám, de szerettem volna asztronómus lenni, de hát így vitt a sors, hogy gépészmérnök vagyok, nem csillagászat. Ezek az új előadások, ezek én nekem érdekesek, mert mindig valamit új hallok, újat hallok, az érdekes nekem. A telecskai Fingelt Angéla filozófiát tanul az Újvidéki Bölcsészettudományi Karon. A fiatal lányt is a világűr rejtelmei iránti érdeklődés vonzotta be először a planetáriumba. Azóta, ha csak teheti, eljön az előadásokra is, időközben egy asztronómiai kurzust is elvégzett. Voltam már több ízben projekción, ami ugye vetítés és nagyon szép, valamint jártam az ősszel egy asztronómiai kurzusra is, aminek a végén diplomát kaptunk, csillagokat figyeltünk, meg különböző előadásokat hallgattunk. Nagyon élveztem. Én őszintén legelőször akkor jöttem, amikor a sötét anyagról volt egy előadás, és ez nekem nagyon érdekesen hangzott, a sötét anyag, meg minden. És hát mindenkit, akit érdekel a világűr, az életünk, a világunk körülöttünk, mindenkinek ajánlom. Angélát a szintén filozófiát tanuló barátnője Krisztina is elkísérte az előadásra. Zanima me generalno astronomija još od malena. Uvek sam voljela tako da gledam u zvezde i da znam kakva su sazvežđa, da znam šta je ono iza svega toga. I prosto nekako me to i uvuklo u filozofiju i onda sam krenula tako da pratim svu tu prirodno naučnu stranu. I eto tako, mislim da je to razlog zašto sam ovde najviše, prosto zbog znanja i mislim da ovakav pristup treba biti popularizovan širom grada i pogotovo ovakva nauka kao što je astronomija, jedna divna prirodna nauka. Meni je zanimljivo bilo kosmičko zračenje, zanimljive su mi galaksije, onako kako se one, sve vrste kakve postoje galaksije, šta znam, naučila sam mnogo toga i o sunčevom sistemu, iako sam mislila da znam dosta, ipak oni su tu profesionalni ljudi koji su nam stvarno objasnili neke i detaljnije razlike između tih planeta, atmosfera i ostalog.
Az érdeklődők ott jártunkkor épp az asztronauták mindennapjaival ismerkedhettek meg. Pa večeras ćemo pričati malo o tome kako to izgleda biti astronaut, koji su neki uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se postalo astronaut, malo o nekim nesrećama koje su se desile u svemiru i na kraju nešto malo o svemirskim šetnjama. Uglavnom baš imamo dosta posetilaca, mnogo više nego što smo imali ranije, posebno zato što sad imamo digitalni planetarijum koji je baš onako izazvao pomamu, tako da obično napunimo i po dve projekcije. A interesuju se svi stvarno od ono najmlađih do ljudi koji su u penziji. Pa mislim da je šteta zaista živjeti u gradu koji ima da ponudi ovako nešto, a to nešto ne videti. Ima jako puno Novosađana koji prosto ni ne znaju da postoji planetarijum tako blizu, tako da ja bih svima preporučala da dođu prosto da vide šta to ima u njihovom gradu. Ha tehát érdekel bennünket a csillagászat, mindenféleképp érdemes meglátogatnunk a Pétervárady várban elhelyezkedő planetáriumot, hiszen a felejthetetlen élmények mellett sok tudással is gazdagodhatunk. És ha a digitális vetítések és az előadások után is még mindig marad egy csomó megválaszolatlan kérdésünk a világűrrel kapcsolatban, a helyszínen számos olyan hasonló érdeklődésű emberrel ismerkedhetünk meg, akikkel közösen kereshetjük továbbra is a válaszokat. Eddig tartott a mai körkép, köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel, viszontlátásra!